Köszöntöm a kedves nézőket, Fülöp Viktor vagyok, ez itt pedig a visszatérő ellenpont, ugyanis tavaly decemberben találkoztunk utoljára barátommal Grunt félix itt a stúdióba, hogy megbeszéljük az ország csepprőcsepp ügyeit. Én is üdvözlöm a tisztelt nézőket. És hát most három témát hoztunk, szokás szerint, kicsit kronológikus sorrendben haladva januártól kezdve szeretnénk tárgyalni, és az első, amit beszéltünk, hogy bele is kezdjünk in media dolgok közepébe, az pedig a január közepén, vagy talán vége felé kirobbant Bayer volt, ugyanis Ungvári Krisztián a Youtube-on rakott ki egy videót, majd másnap, azt hiszem már másnap a Telexben jelent meg publicisztikája Bayer Soltról és az ő nagyapjáról. Anyai nagyapjáról. Anyai nagyapjáról, aki Nyilas volt, majd kommunista, és talán ami a leg, hát megbocsátatatlanabb bűne az az volt, hogy gettóorvosként részt vett a kiskörösi gettónak a működtetésében, és egy Európában a 40-es években is példanélkülnek számító eljárásnak a, a vezetője volt a gettóban, hiszen ő volt az, aki a gettóba zárt nőknek a testüregmotozását végezte, és erre tanított be ö, embereket. És ebből kerekedett egy, ö, egy botrány. Bájer Zsolt ö, vissza is szólt, hogy ö, Ungvári Krisztián egy hazug, aljas ö, gazember. Mit szólsz ehhez, Félix? Te hát. hogyan értékeled, hogy mi volt ez a botrány és mi a lényege? Én egy ö, Bájer Zsolt idézettel kezdeném, amit a Hát a válasz cikkben a Magyar Nemzetben megjelentetett, amely így hangzik. Önmagában természetesen semmit sem jelent, hogy ki az apja valakinek, de ha nem következik be hamar a nyílt és látványos lázadás, akkor azért csak meghatározza az ember fiát a családja. Pontosítás, ez 2013-os idézet, de ugyanúgy szerepel ebben a cikkben is, mert Ungvári Krisztián is ezzel a ö, idézettel nyitotta az ő mondókáját. Ez lesz majd nyilván, ami az egész beszélgetésünket meg fogja határozni, hiszen ez egy kőkemény emlékezetpolitikai probléma, illetve téma, topik. De térünk rá az én állításomra. Ö, olvasható volt egy publicisztika Sarkadi Zsoltal a Telexen, aki azt mondta, hogy ö, feltárni kell, de számon kérni nem és hogy a Ungvári Krisztián Sarkadi Zsolt állítása szerint utóbbit tette, bocsánat, előbbit tette, utóbbit nem. nem. számon kért. Igen. Bocsánat, nem, tehát, hogy ő feltárt, Igen. de nem kért számon. Valójában nekem az az állításom, hogy Ungvári Krisztián egy történész. Olyan történészről beszélünk, aki az emlékezett politikai vitáknak állandó résztvevője. Így van, így van. Aki pontosan tudja azt, hogy egy ilyen horderejű, és egy ilyen személyiségnek a súlyos családi ügyeinek a feltárása, az emlékezett politikai vitákat fog generálni. Tehát mondhatni, tudatosan egy politikai cselekvést hajtott végre azzal, hogy ezt a cikket megírta és közzétette, és nem volt más ezzel a szándéka, nem a feltárás volt a szándéka, én azt gondolom, hanem a szembesítés és a És számon kérés. Ez már kérdésként eszem fel. Én azt gondolom, hogy igen, már csak azért is ezt gondolom, amit a, a mondókámnak az elején, és lehet, hogy Bájer Zsolt is így a 2013-as nyilatkozata, valamint az, hogy Ungári Krisztián ezzel a idézettel kezdte a saját ö, ö, mondandóját is, tehát én azt gondolom, hogy ezért lehet azt mondani, hogy ez egy szembesítés. Mondjuk a reakció is elég érdekes, ami a Fidesz részéről jött, vagyis hát a Fideszes megmondó emberek, mert ugye itt a sajtóklub törzs közönségre és törzs részlevőkre kell elsősorban szorítkozni, hiszen ők voltak azok, akik fölkapták és védelmükbe is vették bayer Zsoltot, és, és hát valami tudományos, átszalba csomagolt komcsi propagandistának próbálják beállítani egyébként Ungvári Krisztiánt, ami szerintem méltatlan, teljesen méltatlan itt mi ahogy készültünk az adásfrét beszéltünk már erről, hogy tudományvilágában mennyire érezhető bele uh, Ungvári krisztián és hogy mennyire tudományos igényű egyébként a mű, és mennyire szolgál politikai célokat. Én, ahogy ezt beszélgettük már korábban, én amellett voltam már akkor is, hogy, hogy hát nyilván van uh, politikai jelentősége annak, amit Ungvári krisztián írt, de ennek a politikai jelentőségét maga Bájersolt volt, adja a saját írásaival, amikor ő, meg leírta már, két, ahogy mondtad, 2013-ban, hogy senkinek nem határozza meg a, a apja, hogy ő mit gondol. Ha nem lázott fel. De éppen ő az, aki szinte minden, jó nem minden írásában, de mindig, amikor mondjuk egy momentumos politikussal foglalkozik, akkor bárki legyen az, tehát Tompos Mártontól kezd a Fekete Győr Andrásig, szinte mindig előkerül az, hogy, hogy Donát Annának az, a, az, apja kicsoda, a nagyapja kicsoda. Hadd fel, felbe, ide is van egy idézet, az Unokák című cikkből, ami nem sokkal a ungári... Ö tanulmányt megelőzően jelentettek Bayer, ez Donát Ferenc, illetve Donát Anna, valamint Dobrev Klára és az apró család közötti kontinuitásról szól. Így hangzik ez az idézet, ugyanazt mondják, ugyanonnan jönnek, ugyanabban hisznek, ugyanaz az örökségük, ugyanoda tartozik, felesleges szó, fecseg a felszín, ám esetükben a mély is. Így hangzik. Tehát ő abszolút azt gondolja, hogy semmi reflexió nincsen Bájár A saját a önreflexió egyébként. Magával is vitatkozik. Hát, hát aki végig... Vallomás. Aki olvas egy, egy Bayer Zsolt írást, és amikor elkezdődik az a fröcsögés, mert hát most ide lehet citálni szerintem tucatjával olyan cikkeket, amik a az alap, ostoba, buta, gazemberségtől egészen a csúszó -mászózásig, meg a, vér, a saját vérükön és taknyukon kéne kirángatni ezeket a, a, a parlamentből. És ez egy az egybe nyilas retorika. Tehát, hogyha így így nézzük, mert, mert mint uh, ilyen írások születtek a, a nyilas újságírók tollából körülbelül, meg ilyen hangvételűek. És Bayer volt is ezt követi ennyi erővel mi is mondhatjuk azt, hogy Bájer Zsolt viszont a nagyapjának a politikai elveinek a kontinuitását képviseli. Így van. És visszatérve ez, hogy az ungári Krisztiánt milyen kritikák érték Bájer Zsolt a szemben, ugye ha Ugye a politika tudomány az szokott erről nyilván gondolkodni, meg hát nagyon sok Max Weber is írt már erről, hogy hol van a határ, a 20. század egyik legnagyobb szociológusa, hogy hol van a határ a, tudomány és a közélet, illetve a politika között, és ha nagyon leegyszerűsítve szeretnénk ezt ö, megfogalmazni, és ez most nem a Max Weberi állítás lesz, hanem ez tényleg csak egy leegyszerűsített magyarázat, hogy a tudomány azt próbálja megválaszolni, hogy mi az igazság, mi volt, mi van. Tehát ő tényleg itt azt le akarja írni, a valóságot, ezzel szemben a politika meg akarja határozni, hogy mi legyen. És itt kell el egy elkülönítést tenni. És most kell feltenni azt a kérdést, hogy az, amit Ungvár Krisztián csinált azzal, hogy ezt a cikket megjelentette, ő melyik kérdést akarja megválaszolni? Az, hogy mi volt, és hogy mi legyen. És mi vagy az emlékező politika az egy nagyon ingoványos terület. Ezért én azt gondolom, hogy Ungvári Krisztián tudatosan belesétált abba, tehát nem csapdába sétált, vagy nem belelépett valamiba, hanem ő pontosan tisztában van azzal, hogy egy emlékezett politikai vitának a felvállalása az azt jelenti, hogy ő a tudományos jelleg megkérdő, meg fog kérdőjeleződni, tehát meg fogják kérdezni, hogy ez most tudományos-e még, hiszen látszólag politikai érdekeket szolgál. Ezt többször is felmerülünk Vári Krisztiánnal szemben, és erről azt hiszem, talán a Partizánban, amikor volt bent egy évvel ezelőtt, akkor kérdezte erről Gulyás Márton, és elmondta, hogy, hogy hát az, hogy ő írna mondjuk egy abszolút tudományos igényességű művet, amit tudományos nyelvezettel íródott, és valójában a történészi közönségnek szól, akkor ennek a maximum elérése, nyomtatott formába úgy két-három ezer példány menne. Most itt uh, hosszabb írásokról beszélve, és ehhez képest, hogyha ilyen rövidebb, uh, tudományos igényességgel megírt, de mégse tudományos műveket ad ki a kezéből, azok megen a többszörös eléréssel járnak, és uh, úgy gondolom, hogy egyébként ez egy adekvát válasz arra, hogy a nyomtatott uh, Tudományos művek mennyire nem érnek el a közönséghez, még ha, ak még, még ha akkor is, hogyha jelentősen be tud, befolyásolni tudnák egy-egy szereplőről, vagy egy-egy kérdéskörről a társadalmi gondolkozást. És azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy azt gondolja, hogy Ugvári Krisztián nem pusztán feltárni akart, mégiscsak az emlékezett politikának azt a hát azt a célját valósítja meg, hogy az emlékezett politika segít szembenézni a múlttal, a történelmünkkel, és, és ajnos nem lehet úgy emlékezett politikát hitelesen művelni, meg folytatni, meg beszélni róla, hogy, hogy letagadjuk, meg elhallgatjuk a igazságot, vagy ami történt. Az rendelkezésünkre álló információkat jótékonyan nem tesszük, vagy máshogy tesszük közzé. Egy Kicsit itt belerondítanék az élőbeszédbe, és egy idézetet hoznék, ugyanis Gajdi Csottó írt egy cikket a Magyar Nemzetbe, amikor, amiben Bájer Zsoltot védené, aminek az a címe, hogy Ungvári, a politikai aktivista, amiben így ír Bájer Zsoltról. A, mármint a Bájer a válaszáról, amit Ungvárinak címzett. Ehhez képest Bájer Zsolt író, publicista válasza, irodalmi igényű alkotás, szabadvers formában írt epistola. Nem is Ungvárinak szólt, mert, mint már mondtam, ott nincs elég szellemi muníció a felfogására. Egy kicsit később pedig így folytatja. Szinte mindenki megkönnyezte, édesanyám pedig miután elolvasta, abba se tudta hagyni a sírást, amit kiváltott belőle, a kommunista pribékek jól ismert módszerével indított támadás Bájer Zsolt ellen. Ezt az a Gajdics ottó írta, aki pár, héttel később, egy kicsit előre mutatva a következő témánkra, így írt az ellenzéki tüntetőkről, akik a pedofil botrány után kivonultak az utcára. Az, ellen, az ellenzéki politikusok igazi szörnyetegek, a tüntetők pedig az ő érdekeiket szolgálták. És hogyha valaki egy kicsit is, is elmélyed például Gajdi Csottónak vagy Bencsik az írásaiban... Egy-két szót, hogyha befely, behelyettesítenénk, a 2024-es magyar nemzetről simán át lehetne ollózni az 1965-ös népszabadságba az írásokat. Tehát annyira ö, politikailag motiváltak, meg, meg annyira propaganda igényűek, hogy, hogy hát itt nincsen semmi öreflexió Gajdi Csottóban sem arra vonatkozólag, hogy ők hogyan írnak. Beszédes, hogy hogyan gondolkodik Gajdi a. Tudományos igényességgel megírt munkákról, hogy ott nincs elég, aki letesz egy ilyet az asztalra, mint amilyet Ugrajra Krisztián megírt, azt annyival elintézi, hogy ott nincs elég szellemi muníció ahhoz, hogy Bayer Zsolt fröcsögését megértsük. Tehát, hogy az egy beszédes, az, hát hogy nem mondjam, hogy ez enyhén a, emlékeztet a kommunista, népköztársaságokban oly nagyon jól ismert elit is, bocsánat, nem elit, hanem értelmiség ellenességre. És bennem egyébként még egy olyan kérdés volt, ami, ami rögtön így ugye egy Gyimesi Károlyjal kapcsolatban fölmerült, aki ugye először nyilas volt, majd szépen átmászott önként a AVH-nak a besúgói közé, és ez pedig az ügynök akták egyébként. Igen. Ami egy miért el, szerint, Szerinted nem annyira méltatlanul oda pályára rakott Igen. téma, de szerintem mégis a rendszerváltás óta a magyar politika ezzel az egyik legnagyobb adósa a magyar társadalomnak, hiszen én egyetértek Ungvári Krisztiánnal egyébként abban, amikor azt mondja, hogy ennek járnia kéne a kommunizmus áldozatainak, hogy legalább a megtudják azt, hogy legalább, hogyha nem is az van, hogy már a 20 éve meghalt elkövetőket valahogy felelősségre vonni, de az áldozatoknak igenis legyen joguk ahhoz, hogy megtudják, hogy adott esetben a karrierjük hol tört ketté, kinek a íráskodása, az írásai miatt történt ez, meg a besúgása miatt, és azt gondolom, hogyha már jár a horti korszaknak, illetve a nyilas korszaknak, illetve például a holokauszt túlélőinek az a, az elégtétel, hogy feltérképezzük azt a vészkorszakot, amiben ők élni voltak kénytelenek, akkor ez a kádári rendszernek, illetve a rákosi rendszernek az áldozatainak is járjon. És ne legyen az, hogy, hogy azzal lesöprik az asztalról, hogy amit szintén beszéltünk, hogy hogy hát de ez egyes embereknek a személyiségi jogait, az intim életét sértheti, de, de a, arra is gondoljunk, hogy, hogy kit érdekel őszintén a Fülöpházi újvilág TS tehenész lányának és TS elnökének a, a romantikus kapcsolata így, így, teljesen őszintén. Itt nyilvánvalóan itt mindenki a nagy, nagyobb ügyekre, illetve a saját magát érintő ügyekre, illetve a családját érintő ügyekre kíváncsiak, nem pedig ilyen mindenkinek az életében bagaterügynek számító huszadrangú ügyek érdeklik. Pontosan, és uh, nekem csak annyi volt ezzel a kritikám, amikor a, veled beszélgettünk arra, hogy hogyan kell felépíteni ezt az adást, hogy, hogy nekem ez a Bayer Zsolt, tehát a, a, aki a személye volt ennek a, a mostani közéleti, hát nem is tudom, diskurzusnak, hogy azért nekem kicsit az ündökaktáktól azért állt távol, mert ez tipikusan beleilleszhető ebbe az apák és fiúk típusú vitákba, diskurzusokba, tehát számomra nem azt mondom, hogy kilógott, egyáltalán nem lógott ki az politikai beszélgetésekből, hanem pont, hogy annak egy ilyen, hát egy ilyen alfiókját képezte számomra, hogy a, hogy a Grezsa Ferenc által megírt apák és fiúk cikka, ahol előre vetít, hogy az sds eseknek a elődjei, azok az mszmp sek meg hát vannak, hogy, hogy, van egyfajta, ott is egyfajta kontinuitás, és hogy lám, lám a Grezsa Ferencnek, hogy igaza lett, hogy aztán az, a, az mszmp nek a utót az MSP, meg az SDS koalíciós kormányt alkotott többször is. És azóta ez egy, a sarkad is fogalmazott, ez egy igen hogy apák is fiúkozás történik a közbeszédben, és nekem ezért volt kicsit a, az ünnökakták ebből a szempontból Nehezen bekategorizál, vagy nehezen beilleszthető ebbe a beszélgetésbe, viszont azzal meggyőztél engem is, hogy igenis, arról beszélni kell, és el kell mondani, hogy ugyanúgy jár a kommunizmus áldozatainak a történelmi igazságtétel, ahogyan az járt, és jár. A Hortikorszakértő a nyilas korszakoknak a áldozatainak az a történelmi igazságtétel. És nem lehet egyszerűen erről nem beszélni, és akkor most térünk is rá még arra, a témakörre, téma gyorsan, hogy a Bayer volt, ugye meg is próbálta, hát nem azt mondom, hogy elhallgatni, de hogy... Jó hogy Jó indulatúan elhazudta. Hát a... ki, ki, emelni ezt a közbeszédből azzal az állítással, hogy ő tud, tudja, hogy mi történt, minden rendben, nincs semmi látnivaló, hogy ő elment a Történeti levéltárakba, és hogy ott utána nézett a megfelelő iratoknak. Valójában ez most már tudjuk, hogy nem történt meg. Sőt, valójában Bájers tudatosan elhallgatta, ha úgy tetszik, passzív hazugságon lehetett kapni, amikor. Vagyis hát ezt ő maga vallotta be, hogy ő tudta már 2016-ban, hogy valójában komoly kétségek férnek ahhoz, hogy a az anyai nagyapja valójában egy, egy erkölcsös zsidómentő volt, mint ahogy akkor ő megpróbálta beállítani, e, hanem valójában tényleg arról volt szó, hogy a Gyümesi egy, egy, egy teljesen hát bestiális karaktere volt ennek a, a, nyilas szervezetnek ott kiskörösön, és és hogy igen, és hogy Bájer Zsolt arra, egyébként Bájer Zsolt arra hivatkozva hallgatta el előlünk ezt, hogy volt neki, van neki még élő idős rokona, és hogy, és hogy nem akarta, hogy neki baj essen, és ezt most, nyolc évvel később így, így elmondta, hogy egyébként ez volt. Úgyhogy még most is él egyébként az idős rokona, tehát így nem értem, hogy, hogy mi volt ennek a megalapozottsága, ennek az érvelésnek, hogy, hogy ő miért csinálta ezt. Én a... tehát szerintem az történt, hogy Egyszerűen Bájer Zsolt, ahogy már mondtam, ezt teljesen ö, meg akarta ezt oldani, hogy nehogy kérdés merüljön fel. Ő megnézte, tessék neki elhinni mindent, ő utána járt, és hogy. Tehát azt még meg is érteném, hogyha. Mert ez az állítás, hogy most pont ez akkor állná meg a helyét, hogyha arról lenne szó, hogy Bájer Zsolt ö, csak nem mondja el a teljes igazságot, vagy nem hozza ezt felszínre, mert nem akarja megválta az idősokon át. De ő még azt is hazudta, hogy ő elment a történeti levéltárakba. Amit egyértelmű, hogy én tisztán, vagy tisztán, nem, tisztán, nem látok tisztán, de én nagyon arra gyanakszok, hogy, hogy itt arról volt, hogy Bájer ezzel azt akarta elérni, hogy ne álljon bele senki, mert ő tiszta. Tehát ő megnézte a saját magának. Így tessék neki elhinni, hogy ő megnézte ezeket az iratokat. Nincs és szinte, semmi már látni komikus, egy, és szinte már komikus ez a védekezés, hogy az is komikus, hogy már nem tudom, hogy 27 egyére vagy 28 gyára szavazza le a Fideszes többség az, hogy egyáltalán szavazásra kerüljön az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról szóló törvény. Viszont egy törvény törvényjavaslat vagy egy törvénycsomag biztos, hogy az asztalra fog kerülni, ugyanis Orbán Viktor belengedte, hogy komoly gyermekvédelmi jogszabályrevízió lesz ezt az évértékelő beszédébe, és akkor térjünk is át szerintem az évértékelő beszéd, beszédre. Ami nekem különösen érdekes volt, hogy mint hogyha most Orbán Viktor a botrány Jón kívüli reagáláson kívül, ott, mint hogyha nem mondott volna igazából semmit a beszédbe. Igazából, mint bármelyik 2000, nem is tudom, 2011 néhány óta eltelt Orbán beszédből, mint hogyha bármelyiket így össze lehetett volna olozni, mert annyira nem volt benne semmi nóvum. Igen, ez valóban ez is egy tételmondat lehet erről, hogy nem, nem jelentős az a mostani 2024-es évértékelő beszédén azonban azt állítom, hogy Orbán Viktornak Ö, sok beszéde nem volt annyira jelentős, mint amennyire mondjuk azt elvárta volna a, a közvélemény. És ö, meg ezeknek a beszédeknek ez a másik állítás, hogy általában az szokott lenni a célja, hogy, hogy a következő hónapoknak a napi nek megágyazzon, azokat meghatározza, miről lesz szó, mit tudom én, most lesz ugye az elnök, köztársasági elnökválasztás, akkor az Amerikai Egyesült Államokban lesz elnökválasztás, Európai Uniós választások, gyermekvédelem a bal szemben, és a gazdasági fellendülés. De valóban milyenek is voltak ezek az Orbán Viktor beszédek, mert ugye ez már a 25. Igen. Évértékelő beszéd volt egy tanulmány, amelynek sajnos a, a publikálói álnéven publikálták ezt a tanulmányt, nem tudni miért, amelynek az a címe, hogy van egy magyar Magyarország, bárki elolvashatja, itt azt elemezték, hogy hogyan változott ki 1999 és 2018 között Orbán Viktornak a beszédei, és ahogy ezt a tanulmányt olvastam, nekem az volt a benyomásom, hogy kettő nagy... Mondhatni korszakváltáson a beszédekben, amik tényleg olyan korszakváltó beszédek, tehát amiknek nagy jelentősége volt. Az egyik az a 2004-es, ahol egy rendkívül sok szorongással, félelemmel teli Orbán Viktor beszéd, és ez utána is meghatározza a beszédét. Nyilvánvalóan ez aztán a politikai ellenségképzésnek egyfajta eszköze ez, hogy megrendíti a saját híveinek a biztonságérzetét azzal, hogy ilyen borúsan írja le azt, ami minket körülvesz. Persze nyilván, amikor kormányon van, akkor a, a kihívások azok a baloldaltól jönnek, illetve a külső tényezők nem olyanok, amelyek lehetővé tennék azt, hogy a, 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 megnyugodhassunk és újra biztonságba érezhessük magunkat. Tehát volt ez a 2004-től megfigyelhető tendencia. A másik tendencia, ami, ami így még megfigyelhető a, a Orbán Viktornak a beszédeiben, hogy egyre kevesebbet beszélt 99 és 2018 között a az kormányzási, kormányzati kérdésekről, a mindennapi problémáit, az embereknek a mindennapi életét befolyásoló ö, dolgokról, egyre kevesebbet beszélt, és én nekem az a benyomásom, de ezt nem kutatásokra alapozom, hogy, hogy most, 2021 óta megint nagyon előtérbe kerültek a gazdasági kérdések, és a tényleg az embereknek a megélhetésével egész sokat, kifejezetten sokat foglalkozik, persze nem háttérbe szorítva az a, identitás kérdés. Meg az ellenségképzést, a politikai ellenségképzést. Egy kicsit még arról beszéljünk, hogy még a beszéd előtt voltak várakozások, elemzői várakozások, hogy vajon Orbán Viktor fog-e beszélni egyáltalán a kegyelmi botrányról. Erről tényleg én is a fogad, fogadásokat kötöttem, messenger beszélgetések közepette arról, hogy vajon vajon fog -e erről beszélni Orbán Viktor, és egyébként jelenthetem, hogy nyertem ezeket a fogadásokat, mert én arra tettem, hogy, hogy beszélni fog erről, és mégpedig azért, mert nem tehette meg szerintem azt Orbán Viktor, hogy ebben a helyzetben, ebben a feszült politikai légkörben, mondhatni belpolitikai válságban nem beszél erről. Mert ezzel egy az egybe átadta volna a lehetőséget arra, hogy továbbra is az ellenzék tematizálja ezt a kérdést, vagyis hát nem az ellenzék, mert hogyha az ellenzék alatt az ellenzéki pártokat értjük, akkor ők így se tudták tematizálni, meg még most se tudják tematizálni ezt a kérdést, az a, az ellenzéki érzelmű választópolgárokat. Értem, értem ez alatt. És nekem olybá tűnik, hogy egyébként, mint hogyha le is zárta volna ezt a kérdést, és ez a botrány kezd egy kicsit alább hagyni. Lehet, hogy az az effektus van benne, hogy megunják és hazamennek, de mégis a fideszes közönség részéről azt lehet látni, hogy a fideszes feje gondolkozunk, hogy történt hiba, volt felelősségvállalás, nincs itt semmi látnivaló. Én elbuktam azokat a fogadásokat, amiket ar arról kötöttek az emberek, hogy, hogy lesz-e szó a köztársasági elnökről. Egyébként teljesen hibás volt az én meglátásom, de elmondom, hogy én, nekem mi volt a logikám. Nekem az volt a logikám, hogy a Orbán Viktornak azért a beszédeiben megfigyelhető, hogy hogyan használja fel az ellenség képzést, hogyan fordítja a saját hasznára. Ugye ennek általában az szokott lenni, hogy már ezt elkezdtem beszélni erről, hogy, hogy, hogy meg kell inogni az embereknek a biztonságérzetének, meg kell jelölni a felelősöket. És utána, Akik rajtunk kívülálló felelősök. Igen, és utána ö, olyan helyzetet kell előteremteni, ahol be tudom azt bizonyítani én, hogy csak én tudom megoldani, mint politikai szereplő, mint politikai cselekvő, csak én vagyok képes megoldani ezt a problémát. Egyébként, hogyha valaki ér valakit érdekel az, hogy hogyan történik a politikai ellenségképzés, akkor tudom ajánlani Szabó Palóc ennek a politikai ellenségképzés a COVID-19 járvány tükrében. Nagyon nem egy hosszú tanulmány, de nagyon szépen bemutatja, hogy a politikai ellenségképzés az hogyan is történik. Az a Pólusok című folyóiratban található meg. És hogy, és hogy, most mit látunk ebből a folyamatból, hogy megint a bizt, bizony, biztonságérzés meginog, utána jön a ellenségképzés, is, hogy ki a bűnbak, és utána a megoldás. Hogy azt látjuk, a beszédében azért az eléggé erősen megjelenik, hogy a 2024-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul. A köztársasági elnök asszonyunk benyújtotta a lemondását az országgyűlésnek. Ez egyértelműen nem másról szól, mint arra, hogy a, az embereknek a nyugalmát kicsit felkavarra, hogy igenis baj van. Tehát elismeri Orbán Viktor a politikai vezető, hogy probléma van. Majd, de ezt 12 percben aztán le zárta ezt a politikai válság igen, helyzetet. Igen, csak ugye a a bimbak a megtalálásával volt ö, probléma, hogy most akkor ki a hibás? Sőt, még mindig adós ez, ezzel, mert, hát igen. Mert, mert amikor arról volt szó, hogy, hogy, za, hogy zavaró, hogyha politikai hibát követnek el, de még zavar, zavaróbb, hogyha nem is lehet megérteni azt a politikai hibát, igen, mert nem tudom, hogy, 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 hogy fogalmazott. A kegyelmi döntés miatti felháborodást az növelte dühvé a jobb oldalon, hogy nem egy bonyolult helyzetben hozott döntéstől van szó, hanem egy ki nem kényszerített hibáról. Uh, igen, tehát illetve még ugye van, hogy de még hogyha nem is... Uh, uh, nem is tudom már, hogy volt ez, mindegy, de hát, hogy, hogy értjük, hogy miről van szó. A, nincsen, nincsen, meg az ellenségkép, a bűnbak. És mit csinál Orbán Viktor? Azt mondja, hogy egyrészt Varga Judit esetében, hogy a alkotmányos Életünkből fakad az, hogy, hogy ez ez volt, neki ezt a... meg kellett. Ö... A, a, annyira tennie. látszik, Ebbe látszik, hogy Orbán Viktor egyébként szerintem nem teljesen értette meg, hogy itt mi a probléma. De akkor... Értette? Vagy a politikai é... közösségének felfogta, hogy mit kell mondania. Tehát a politikai közösségének ez az üzenete szerintem teljes. De hogy itt morálisan van vele valami probléma, hogyha egyszerűen azt érzi, hogy hát valójában ez a csillagok, meg a holdnak, meg a napnak egy szeren szerencsétlen együttállása miatt a magyar alkotmány valahogy úgy alakult ki, hogy, hogy annak a szerencsétlen kialakulásának okán kell most Varga Juditnak lemondani. Miközben... teljesen nem... nyilvánvaló, hogy nem mondhatta azt, hogy Varga Juditnak azért kellett most visszavonulni a közéletbe, mert erkölcsileg, mert morálisan vállalhatatlan, amit tett. Mert, mert, mert Novák Katalinnál esetében sem feltétlenül erről beszél. Ott is arról beszél, hogy meg hibákat követnek el az emberek. Az egyetlen egy ember, akit nem próbál meg semmilyen... Ö, Előcitálni? Vagy sehogyan sem elhelyezni ebben a kérdéskörben, az Balogh Zoltán. Akit valószínűleg ő is, mintha ezzel, hogy kiagyta tudatosan valószínűleg a beszédből, mintha ezzel beállítaná őt a... a bűnösök sorába, de a saját táborának üzent, aki meg a, Fideszre szavaz, és ezzel most nem azt akarom mondani, hogy a Fidesz szavazók de hogy nem feltétlenül számít nekik az, hogy Balogh Zoltán kihagyta ebből a beszédből, vagy sem. Ez valószínűleg egész... Nem tudom, hogy mennyikora arra a társadalmi figyelem, hogy, hogy Balogh Zoltánt kihagyta. Én azt gondolom, hogy ennek van jelentősége, de lehet, hogy ezt én túl gondolom másik, ami még így nagyon megfogott, az amikor a 13. hajnyugdíjról kezdett el elmélkedni. Főleg úgy, hogy most már tudjuk, hogy milyen gazdasági adatok vannak. Igen. És hát ott elő is adta, hogy hát Varga Mihálynak kötéltáncot kell járnia ahhoz, hogy kiokoskodja, hogy hogyan legyen 13. havi nyugdíj. Úgy, hogy tudjuk, hogy lassan 25%-os a hiánya a társadalombiztosítási alapoknak, meg a nyugdíj alapnak, amiből ezeket finanszírozni kéne. Tudjuk azt, hogy nagyon el van a költségvetési hiány, a gazdasági növekedés meg szinte nincs, és, és ebben az esetben is ez a politikai termékként ragaszkodik a 13. havi nyugdíjhoz, miközben azt látjuk, hogy az ország alkotó erejét éli föl, az, hogy van 13. havi nyugdíj, minden tiszteletem a nyugdíjas hallgatóknak, de hogy ezzel gyakorlatilag a jövő van felemészve, amikor erőn felül próbálunk a nyugdíjasoknak megfelelni politikailag. Nem tudom, hogy te ehhez tudsz-e bármit is oh. hozzáfűzni, vagy így látod-e esetleg? Hogy mondjam, tehát azt azért már nem egy nem egy mostani újdonság, meg nem ebből az Orbán Viktor beszédből levezethető az, hogy a abszolút a monetáris politika alá van rendelve a politikai érdekeknek, és ugyanígy a fiskális politika is. Tehát itt nem lehet arról beszélni, hogy a fiskális politika és a monetáris politika egymással küzdene, vagy lenne közöttük egyfajta Én Meg is szakpolitikázni, hát hogy nem, hát ennyi ezer milliárd, annyi ezer szó, milliárd valahogy elő arról lesz terendben. van szó, hogy a választásokat valahogyan meg kell nyerni, és ehhez minden gazdasági ö, erőt be kell vetni. Tehát itt nincsen, ö, amit Orbán Viktor mond a nagy tíz parancs, vagy nem tudom hány parancsolatos, vagy most nem tudom ez, amit kinyomtattak ki, ki, erre a szép ö, ö, kis... Jaj, az, á, az általános iskolás, a ányos általános iskola, azt hiszem, ami Csepelem volt. Nem, nem. ez a jobb oldali ember parancsolatai. De az ki volt, azt ki <laughs> is rakták egy általános iskolába, hogy a magyar tíz parancsolata, azt hiszem, hogy valami Igen, és abban volt egy, ott egy ott ilyen ott pont, hogy gazdaság, gazdaság és gazdaság. Hát nem, hát nem erről van szó, arról van szó, hogy a gazdasági érdekeket abszolút alá kell rendelni a mindenkori politikai érdekeknek, mert Orbán Viktor az egy nem... Nekem ez az állítás, meg ez a meglátásom, hogy nem meggazdagodni akar a politikából, hanem hatalmi, én a saját hatalmát akarja növelni és bepetonozni, és én nem, nem akarom a tényleg a nyugdíjas közönséget megbántani, de sajnos ők, ők most, és talán ez a legszomorúbb az egészben, hogy ők most egy politikai, ezzel a nem fogja nyilván azoknak az embereknek, azoknak a nyugdíjas embereknek a megélhetését helyrehozni, megkönnyíti, meg valamennyire segít nekik, de hogy ez egy látszat intézkedés azért, hogy az ő szavazatukat megvásárolják. Nekem ez a véleményem, de a nyugdíj kérdés benne több. És, és még záró, zárásképpen ez a, ezzel a témával kapcsolatban még Ugye itt a legfontosabb része talán még a beszédnek a belengetett gyermekvédelmi jogszabálycsomag volt, ahol bejelentette, hogy miniszteri rendeleti szinttől egészen törvényekig át fogják fésülni ezt a az ezzel foglalkozó jogszabályokat, és, és számomra kettő dolog volt ebben, ami, ami úgy, hát nem bicska, bicska nyitogató volt, de azért elgondolkoztatott, hogy, hogy itt megint politikai prizmán keresztül van-e nézve ez a kérdés, ugyanis amikor mondta, hogy na majd a parlamentbe lehet vitézkedni az ellenzékieknek, ez az az Orbán Viktor mondja, hogy na majd ott lehet vitézkedni, az az Orbán Viktor, aki másfél héten keresztül nem volt képes a magyar nép elé állni, és valamilyen politikai magyarázatot adni egy politikai válságra, hanem kiadott egy, egy random videót, amiben rögtön úriasan áttolta a Novák Katalinra az összes felelősséget, és így eltolta magától a, a kérdést és majd hétvégén adott még ki egy közleményt, hogy Balogh Zoltánt tám hogy támogatja az egyházi vezetőit az általuk meghozott döntésekben. Ennyi, 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 volt az összes kommunikáció Orbán Viktor részéről a botránya kapcsolatban, mert nem mert kiállni a, magyar, a, a, nép elé ezzel a kérdéssel, mert hát tudta, hogy azzal még jobban bele lökni a, a, a kérdést abba, hogy ez így terebélyesedjen. De amikor a parlamentbe a kényelmes többséggel a háta mögött kell az amúgy is leharcolt ellenzéki pártoknak politikai és retorikai sallereket kiosztani, na majd ott a Torbán Viktor érzi, hogy az az ő, ő terepe. A másik pedig az, hogy hogy itt a törvényekkel kapcsolatban is azt emlegetni, hogy itt valójában arról van szó, hogy jobban meg kell vizsgálni, hogy, hogy kik lehetnek, még jobban szigorítani kell a személyi feltételeken, hogy valaki a gyermekvédelembe dolgozzon, miközben szerintem nem erről van szó. Amit itt útközben, miközben sétáltunk ki, de viccesen megjegyeztem, Nyilván most, aki nem ebbe a két kategóriába sorolható, attól elnézést kérek, de alapvetően az embernek már az az érzés, hogy a gyermekvédelembe két ember típus dolgozik. Egy, aki valamilyen számunkra megmagyarázhatatlan perverziónál fogva még mindig olyan elkötelezett hivatástudatot érez magában, hogy ilyen hát semmire nem elég pénzzel is, de, dolgozik, és, és hivatástudatánál fogva valamiért nem hagyja el a pályát. A másik pedig az, akinek ennyi pénzért megéri, hogy, hogy vadászterületre léphessen. Igen, visszatérve ez a kezdeti állításodhoz, hogy, a, hogy ugye miért is besz vagy hát nem is az a kérdést tettél fel, csak egy egyáltalán ezt megemlítettet a majdott majd ott, a országgyűlésbe. Hogy, ugye ez egy meg hogy benyújtják ezt a gyermekvédelmi törvénycsomagot, én is azt gondolom, hogy itt tényleg a nagy baj, hogy nincs elég pénz a gyermekvédelemre, és azt kellene hogy nem ilyen látszat, meg kommunikációs panelekkel Pont hát Osváth is kiemelte, hogy ugyanannyi a sebb pénz most, Mind, mint 20, 20 éve. 20 éve? Tehát, hogy... Tehát igen, eléggé hát akkor milyen lehet az ott dolgozóknak a fizetése, vele sem gondolni az ember. Tehát egészen mi 70 ezer forint az akkori minimálvér, tehát nagyon botrányos. A, minden esetre a, ez egy politikai kommunikációs eszköz, hogy a hogy ami, amitről már beszéltem, hogy felépítettem már megint, hogy az ellenségképzést hogyan használ saját ö, ö, javára, tehát hogy meg kell, meg, meg kell koronázni ezt az egészet azzal, hogy ő megadja a megoldást. Bármennyire is tűnik ez azoknak az embereknek, akik a, ezen az oldalon vannak, tehát akik az ellenzék oldaláról nézik a Fidesznek a, meg a kormánynak a működését, bármennyire is tűnik ez látszatintézkedésnek, a kommunikációs szinten nagyon is nagy jelentősége van, hogy értéke Orbán... ugyanannyi van kommunikációs hát szinten, mint hogyha 100 milliárd. Már azonnal is cselekszünk, cselekszik, mert hát hiába nehéz ezt elfogadnunk, de hát a maga a politikai beszéd az cselekvés, bármennyire is nem látszik annak, és egy, egy szintén a már felhozott Szabó Palóc Orsa hoznék egy idézetet, ez, ami idevág, amely így szól, a pillanat uralásának elve révén a mindennapok részévé teszi az alkotmányos rend folyamatos alakítását, átformálását, miközben a hangsúlyt alapvetően az aktuálisan felmerülő újabb és újabb kihívások leküzdésére, politikai küzdelmek megnyerésére helyezi a stabilitás, az egyensúlyi helyzet megteremtése helyett. Tehát Orbán Viktornak most sem az a ö, célja, hogy itt, vagy Jó, pontot jel, tegyen, pontot tegyen az íre, hanem hogy tényleg, tényleg erről van szó, pedig ez egy a COVID járvány kapcsolatban született írás, hogy ugyanerről van szó, hogy az alkotmányos életet, meg az alkotmányos rendet folyamatosan mozgásban tartom, mert így tudom a cselekvő politikus látszatát kelteni a politikai uh, táboromban, és hogy nincsen szükség arra, hogy valódi megoldásokat hajtson végre. És még nekem egy kicsit, ami nekem volt bicskanyitogató, az a az, hogy a baloldal majd az országgyűlésbe uh, pattoghat, Mit és érzik erre te írtad fel a figyelmemet, hogy, hogy már megint ez a utcára bevisszük a politizálást az országgyűlésbe. Ez az SDS ek szöveg, és hogy... meg mint amit Gyurcsány Ferenc is mondott, hogy majd tüntetnek, majd megunják, hogy mintha üzenet lenne a pénteki tüntetőknek. Tehát miért nem lehet azt elismerni, hogy a pénteki tűn... vagy ne beszéljen róla, vagy ne szóljon hozzá semmit, vagy ismerje el, hogy a pénteki tüntetés igenis történelmi léptékű volt. Két magból Egyrészt, mert a rendszerváltás óta azért nem sokszor gyűlt össze. Nem tudom pontosan, hogy talán volt hát a 50 a és szín... 150 ezer igen, azért de a, a Tudom pontosan, hogy most ez ö, milyen rangsorban van az a eddig. Fideszes, egyes fideszes véleményvezérek már a pár ezres rétszámot dobálgatják, de aki megnézi a felvételeket, az azért láthatja, hogy itt A másik pedig más az, elmozgott. hogy, a, hogy, hogy azért az influencereknek még soha nem sikerült ennyire látványosan is ilyen sikeresen kilépnénk az offline világba, szóval ez, ez szerintem le a kalappal előttük, és hogy ezt, ez tényleg egy ilyen üzenet nekem, vagy nekem legalábbis olyan, mint hogyha üzenne Orbán Viktor ezzel az influencereknek is, hogy hiába, vagy csináltak ti bármit a utcán, nincsen semmi következménye. Majd a bal oldallal letárgyaljuk és, és, az országgyűlésbe, szintén csak... A street fighter ki, ki Orbán, Orbán, Orbán Viktor itt a legelitistább ö, ö, értelmiségi, liberális ö, ö, szöveget nyomja, amit 1992-ben az SZDSZ, hogy, hogy ne akarja senki se itt az utcán elrendezni, mert a politika az a parlamentre tartozik, minthogyha Tisza István szájából húztam volna ki ezt a Elvégre mondatot. Nem egy, kép, nem egy képviseleti demokráciában De. élünk ezek szerint, tehát ahol a, az embereknek, csak a politikusoknak van köze ezek szerint De a politikához. zárjuk zárjuk lassan az adást, és az utolsó témánkat kezdjük meg ami kicsit Magyar Péternek a partizános interjúja nyomájított eszembe, meg akkor fogalmazódott meg bennem, ez a Fidesznek mi a legnagyobb erősége. És ahogy Magyar Péternek a szavait hallgattam, lépte nyomon a Mrác a Ágoston Sámuel az osztálytársam volt középiskolába gondolom valami eltel gyakorló iskola, tehát valamilyen nagy presztízsű fővárosi elit gimnázium, akkor a Gulyás Gergelyel, a Jogi Karon haverkodtak össze, de valahogyan a barátai között van, úgyhogy családi kirándulásokra jár a Kehinnek az elnökével, tehát hogy ahogy így az egész így összeáll, mint hogyha a, a Fidesznek a vezetősége ilyen mint hogy egy kiterjesztett bibó szakkollégiumi szoba lenne, de, vagy legalábbis egy bibó szakkollégium, ahogy az, egy, és az egyes szobáknak, a haveri társaságainak a lazán szerveződő, de mégis meglehetősen erős kötöttségű társasága lenne az egész, aminek a lényege a baráti összetartás. Mert érdek, meg, meg politikai érdek, meg minden, nem tudja összetartani annyira az embereket, látjuk az MSZP 2002 és 2010 Jó. között mit csinált, hanem ezek a baráti, meg baráti kapcsolatok azok, amik, meg az az érzelmi összekötöttség, ami nem engedi azt, hogy, hogy... Hogy mondjam, amit magyar Péter is talán így utalt erre, hogy mennyire nehéz neki kilépni a nyilvánosság elé, hiszen a barátai, ismerettsége, családja. Mindenki próbálta lebeszélni. Mindenki erre. próbálta lebeszélni, mert hát ők ebbe a körbe tartoznak. Hát igen. És hogy meg lehetne az, most mi az ideológia tartja hát ezért őket? Ez a kibeszélés. Nem az ideológia tartja őket, össze, ez sem megoldás. Kövei László még a Fidesz uh, hajnalán azt mondta, hogy azért lettek liberális párt, mert az áll a legtávolabb a szocializmustól, meg a kommunizmustól. És aztán milyen most... elfű. Hát igen, milyen elfű. És hogy a... Ugye, azért nekem volt egy ö, olyan érzetem, hogy a Pünkösti Árpádnak olvastam a Szeplőtelen Fogantatás című könyvét, amely kifejezetten a szakollégiumi formálódásával a Fidesznek foglalkozik. Egyébként ajánlom mindenki egy kicsit nehéz szerkezetileg olvasni, mert nem mindig lehet ér tisztán érteni, hogy ki a megszólaló, de azért el lehet benne igazodni. Tehát ö, ott azért olyanokról olyanokat látod az ember, amit nem feltétlenül magyarázzák legalábbis nekem az, hogy, hogy itt egy, az a, azok a barát, meg azok a személyes kapcsolatok, azok biztos, hogy megfelelő leíró, illetve a magyarázó erővel bírnak-e arra nézve, hogy itt megmondják, hogy miért, mi a Fidesz sikerének a titka. És ez kifejezetten annak fényében lesz érdekes, ahogy, ami például 2002-ben történt, hogy ott történik egy bukás, egy választási veresség, és ott Kósa Lajos, meg Stumpf István, azok a azt beszélik, meg azt rebesgetik, hogy Orbán Viktor maximum egy köztársasági elnök lehet, de hogy nem lehet már többet a Fidesz elnöke, meg nem lehet a miniszterelnök jelölt. Azért beszédes, hogy mi történt Megyesi Péterrel két évvel később, nem lesz párja az mszp be de hogy ki állnak mögül. Hát kiállnak mögül. Orbán Viktor mögül azért nem állnak ki. Minden esetre nekem van egy azért egy erős gyanú azzal kapcsolatban, hogy itt ez a, az Orbán Viktor személyek, amit mondjuk G. Gábor az Orbán szabály könyvében ugye megír, hogy végül is ez az Orbán rendszernek a titka, hogy, hogy van ez a személy, Orbán Viktor, aki, ahogy Magyar Péter fogalmazott, a, a naprendszerben a nap, és aki fölköré csoportosulnak a bolygók, és hogy, hogy szerintem ez nem volt annyira töretlen, hogy hogy ki, ki áll, nem volt annyira egyértelmű mindig, hogy ki áll a naprendszer közepén, és itt megint hadd egy ö, idézetet, amit Debreceni József Ormán Viktorról írt könyvében olvashat, hogy Például Simicskára. Simicska nem csak olyas valaki, aki befolyással van Orbánra, hanem olyan, aki nagymértékben beépült a személyiségébe Orbán Viktornak. És tehát ezen mellett még az is olvasható a Pünkösti Árpád könyvben, hogy van egyfajta rivalizálás is, ha két dudás nem fér meg egy csárdásba. Az az nem volt mindig egyértelmű, hogy kiáll a naprendszer közepén, de az egyértelmű, hogy aki ebbe bekerül, ebbe a baráti társaságban és kör, azok megvédik egymást, és ez nagyon fontos. Tudod, mi, az, ami a legjobban árulkodik nekem erről, hogy, hogy ezek a személyes kapcsolatok milyen jelentősége van? Fodor Gábor, ugye 93-ban kilépett a Fideszből, és átment az sds be és ahogy én kivettem, így olvasgatva erről a témáról, már mint így Fodor Gáborról és Orbán Viktorról, hogy ők egyébként baráti viszonyba voltak, és ez a politikai összeveszés és kilépés, ez, mintha ott a Friderikus interjúban utalt is volna erre a kérdésre. 90... Megviselte? Hogy, me hogy megviselte. Nyilván ott nem mutathatta ki azokat a valós gondolatokat és érzelmeket, amik ehhez fűzik, tehát nyilván ez kamerán kívül az igazi. De szerintem jól mutatja, hogy milyen összekapcsolódás van, emberi összekapcsolódás, ugye ehhez képest Fodor Gábort egy állami pénzekből kista kutatóintézetnek az élére rakták. Nagyon jó fizetésért gondolom, és ez, hogy még Fodor Gábort mennyi idő telt el, 30 év telt el azóta, hogy politikailag szakítottak egymással, de emberileg, barátilag még, még mindig van valami olyasmi kapcsolat, ami azt mondta Orbán Viktornak, hogy, hogy ne hagyjuk, hogy szegény Gábor munkanélkül maradjon. Azért azt sem szabad teljesen figyelmen kívül hagyni, hogy egy dolog az, hogy azért hallgatnak ezek a személyek, mert a személyes kapcsolat ezt teszi, ezt kívánja. De a másik ok szerintem azért mégiscsak ott van az, hogy, hogy valamennyire meg is védi őket, tehát aki kibukik az Orbán rendszerből, a nervből kibukik, Arról mindig gondoskodnak. Tehát aki nem, ö, nem kezd el kifelé beszélni, hanem kibukik, mert egyszerűen vagy nem. valami nem, tényleg tartal, olyan banális. És... Azt megvédi az Orbán rendszer, aminek benne otthos kell a ördög, hogy ennek azért mégiscsak az az oka a személyes jó kapcsolaton kívül, hogy a hallgatás valamivel meg kell vásárolni. Hogy eltartunk, de maradj csöndbe. Mindenkinek megvan az anyagi jóléte, nem fog zaklatni a sajtó, nem fognak zaklatni, tudsz azt csinálsz, amit akarsz. Közéletben nem nagyon szerepeljél egy ideig, aztán vagy megint szerepelhetsz, hogyha már eltelt elég idő, és akkor. És hát egyébként, közö... hogy mondjam, közösségileg is sokkal csalogatóbb ez egyébként, nem? Mármint, hogy meg tudod érteni azt, aki inkább egy ilyen közösséghez akar tartozni és csatlakozni, megértéssel fordulva a fideszes, tagok, a fideszes tagsághoz. Inkább egy ilyen közegbe akarnék tartozni, mint egy olyan közegbe, mint a régi MSZP, meg ami valószínűleg ez a toxikus közeg azért még több pártban biztos, hogy jelen van. Mert, mert az a széthúzás, amit mondjuk egy Momentum esetében is hallunk, hogy a pártelnök tök mást mond, mint az EP lista vezető, de mást mond a valamelyik önkormányzati képviselője vagy polgármestere az egészről, és, és gyakorlatilag egy egységes vélemény nélküli egymást kioktató, egymással szembe menő embereknek a közösségében kevésbe akar csatlakozni az ember. Sokkal inkább egy összezáró, összetartó és, és szinte hát barátságos környezetbe. És egyébként még az is érdekes, hogy... Hogy ezek a politikusok, mondjuk így közép- és felső vezetők, ezeket tényleg, ahogy így hallgattad Magyar Pétert, ezek tényleg baráti társaságokba rendeződnek. Tehát, hogy az, hogy megszokott, hogy átmegyünk, nem tudom én, mondjuk Pesten, Pesten laknak nyilván, és mondjuk megbeszélik, hogy a, a két-három család menjen le egy hétvégén a Balatonra. Ez az, ami igazán összeköti az embereket, ahogy például a most egy kicsit popkultúrába és lekerekítve le le az ezzel kapcsolatos mondandómat, ö, amikor a, az egyik leghíresebb magyar sorozatban, az Arany Életbe, Endre Bá értekezik ö, Márkna, ö, Márknak, hogy, hogy aki Tolasz Renátó alakít, hogy, hogy ki, mi is az az igazi barátság, mert itt éppen a a márk előadja, hogy most nagy bizniszt akar csinálni a, a, högbe, és hogy, és hogy ehhez kéne egy kis segítség az Endre Bának a részéről, és akkor mondta Endre Bá, hogy, hogy hagyd ezeket a suhancokat, fiam, azok lesznek az igazi barátok, akikkel együtt nőztél, meg együtt itt áll. Tényleg az a benyomás az embernek, amikor a Fidesznek ezt a titkát kutatja, hogy mint egy ilyen baráti társaság generációk szerinti egymásra rétegződése, és egy, egymással lényegülése, és tényleg mindenki. Tehát lehet, hogy már generációs különbségek miatt akár nem is értik meg egymást a különböző szereplők, a kohéziós erő, ami középpontban van a naprendszeren, belül az Ormán Viktor, és mindenki köré fog csoportosulni. Szerintem így írható el a legjobban ez a kép. A kérdés már csak az, amit Magyar Péter mondott, hogy ez a naprendszer megbontható-e, azzal, hogy majd lesznek olyan személyek, akik hozzá hasonlóan kibeszélnek ebből a rendszerből, hogy ez mennyire fog ez megvalósulni, amit ő ott a... Hát amikor Gulyás Márton nagyon próbálta volna szóra bírni azzal a kapcsolatban, hogy ugyan mi lehet a... Mi ezzel a célja, hogy, hogy most tényleg meg akarja győzni a, azokat az embereket, akik még ebben a rendszerben vannak, hogy lépjenek ki. És hogy ez mennyire fog megvalósulni. Hát ez kapcsolatban eléggé komoly kétségeim vannak. Látva, hogy Magyar Péternek is a követettsége, meg a posztjainak a nézettsége, lájkjai, azok is egyre, egyre, egyre csökkennek. Tehát eljött egy idő, után szerintem Te arra, a pontra, arra a pontra, hogy, hogy az ellenzéki törzsközönséget közönséget fogja érdekelni, és érkezik rá két-három ezer like majd. Hát, mert hiába, nem is az a fontos szerintem, hogy ő a közösségi médiában mit tud csinálni, hanem hogy ő belülről meg tudom egy győzni bárkit, bár szerintem ezek után már hát ezek nagyon után... elérése sincsen belülre, hát a kapcsolatai hálója is szerintem kicsit felégetett maga után, minden, olyan, mint ez, amikor felégette a hajóit. De meg hát azért a, nem is veszi annyira komolyan látszólag ezt a munkát. Tehát a, a posztjai egészen semmit mondók számomra, ez az egyik. A másik meg az, hogy mondja, hogy majd az Orbán Viktornak az évértékeli beszédét kommentálja, és még nem is még kommentálta azóta. <laughs> Tehát, hát nem tudom, a fideszes polgártársak nevében gondolom, nem várjuk az atombombát. Az ellenzéki polgártársak nevében meg várjuk az atombombát. <laughs> Úgyhogy ezzel szeretnénk elköszönni a kedves nézőktől, köszönjük, hogy velünk tartottak, kövessenek minket, lájkoljanak, kommenteljenek, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!